Megbízható, gyors, jól fogyaszt, és a Kálai gyűjtemény logója is rajta van. Egy közel 6 millió forintos felszereltségű autót kapott az intézmény, amely fényre automatikusan sötétedő belső tükörrel, aktív sávtartó rendszerrel, és minden olyan felszereltséggel rendelkezik, amely a 21. század követelménye a kényelmes és biztonságos autózáshoz hosszabb és rövidebb távon egyaránt. Ez egy 1.4-es turbomotoros autó, tehát hosszabb utakra is nagyon-nagyon jó használható, jó fogyasztása, dinamikus. A csomagtartója pedig egy elég nagy méretű csomagtartó, tehát 600 liter lesz, tehát bele fog férni a promóanyag, zászlók, molinók, minden. Az autó nem csak Nyíregyházán városon kívül is egyre gyakrabban közlekedik majd, a rajta található matrica pedig felhívja a figyelmet a megyeszékhely új, de annál különlegesebb turisztikai látványosságára. Budapestről is jönnek egyre többen, illetve azok, akik ide jönnek a Sóstóra egy kicsit pihenni, azok bejönnek ide a belvárosba is, és megnézik a múzeumokat, és ez a Jósára is igaz, mert oda is bemennek. Egyébként ez egy célunk volt, hogy azt valahogy elérni, hogy a Sóstón pihenő emberek bejönnek Nyíregyházára, és a különböző városi nevezetességeket nézzék meg ebbe a múzeumokba. Úgy látszik, hogy sajnálatos módon kellett hozzá ez a vírus is, hogy bejönnek, mert eddig ez nem nagyon volt jellemző. De az utóbbi két évben, hogy a Jós András Múzeum ilyen jól futott látogató szempontjából és attrakciókat hozott, már elment a híre, de ezzel mindig rá kell erősíteni. Urlich Attila hozzátette, erre tökéletesen alkalmas a kontinens emigrációs irodalmát bemutató európai minőségű kálai gyűjtemény, amely nemrég költözött a Kálai házba. Az új épület infrastruktúrája ráadásul lehetővé teszi az elmaradt múzeumok éjszakája rendezvényének pótlását, hogy a nagy közönség előtti debütálásként augusztus 8-án megrendezzék a látványosságok éjszakáját. Ez lesz az első olyan program, amely a parkoló és az udvar adta lehetőségeket is kihasználja majd. 16 órakor kapunyítással éjfélig lesz nyitva a Kálai gyűjtemény, melyben tulajdonképpen a városlőtelti kiállítás bemutatása is szerepel. Van egy időszaki kiállításunk, a ház építetőjének állítunk emléket, hiszen halálának a 100. évfordulója van ebben az évben. Dr. Kálai Rudolf építette ezt a házat, illetve mellette ott van a gyönyörű szép Kálai gyűjtemény állandó kiállítása, amely már kibővítve, interaktív, digitális technikával felszerelve, szerintem gyereknek, felnőttnek egyaránt nagy élményt nyújt. A következő nagy rendezvényen a tervek szerint augusztus 29-én tárja majd ismét nagyra kapuit a Kálai gyűjtemény, a Sör mi több címet kapott esemény sörtörténeti kiállítással, gyermekprogramokkal, valamint kézműves sörbemutatóval és kóstolóval várja az érdeklődőket.